Hegedűk hangján szólalt meg a karácsony szelleme pénteken a Szent István hitoktatási és művelődési házban. A Tücsök zenekar kis zenészei, a hegedűművészi tanulmányaik elején járó gyerekek karácsonyváró műsorukban mutatták meg tehetségüket. A mai est fellépői olyan zeneiskolás tanulók, akik a zeneiskolában még nem vesznek részt zenekari vagy kamarazenei órákon, hanem gyakorlatilag a hegedű órájuk és a kötelező szolfés óráikon felül egy foglalkozás keretében vehetnek részt egy ilyen társas, csoportos foglalkozáson. A Bergerné Szőnyi Anna vezette csoport a Zenekari Játszmák 3 című pályázati program keretében egy mini koncerttel készült a szülőknek és az érdeklődőknek. A karácsonyi dallamokat Varró János népzenész citerán kísérte. Az idei évben már harmadik alkalommal nyertük el a Nemzeti Tehetség programtól. Igazából ez egy 60 órás tanórán kívüli foglalkozás, tehát a gyerekek hétről hétre járnak az egész tanév folyamán, és a zenekari foglalkozásokon kívül kiegészítjük Sárszaki Brigitta kolléganőmmel egy ilyen komplex művészeti foglalkozással, ahol képzőművészeti, kreatív foglalkozásokban vehetnek részt a gyerekek. A Tücsök zenekar a következő évre is elnyerte a pályázati támogatást, így lelkesen várják a csatlakozni kívánó virtuózokat 2024-ben is.